Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni? Milyen lépéseket tesz irányodba? Hogyan változnak a dolgok a közeljövőben? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Itt látható a könnyűség, a mozgás, a levegő eleme, a kommunikáció, a háttérben a tűz, az jelenti azt, hogy szeretnél vele valamit tisztázni, valamit rendezni, vagy valamit felégetni magad mögött, ami azt jelenti lezárni bizonyos dolgokat. Ez az ő elvárása. És akkor itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet kettőtök között. De ahogy most érzed magad, ez nem a könnyűség, hanem valami elszomorít, sírsz, mások megbántanak téged, szomorú vagy, hiszen neked is megvannak az elvárásaid, és szeretnéd azt, ha ő közeledne, ha ő szeretne valamit tisztázni veled. És mit tesz ő? Futni megy. Vagy elfut a lehetőségek elől, az érzelmei felől, vagy van itt sport, mozgás. Azt is jelenti ez a kép, hogy ez a férfi szeretné azt, ha gyorsan előre mennének a dolgok. De nem ő tesz valamit, hanem vár arra, hogy te jelentkezz nála, te keresd vele a kapcsolatot, és te mondd azt, hogy beszélni szeretnél vele. Te is kimozdulsz, de nem olyan gyors lépésekkel haladsz előre, mint ő, hanem olyan lassan, óvatosan figyelgeted a dolgokat. De mivel ő is kint van a szabadban, ugyanúgy, mint te a természetben, lehet, hogy valahol összefuttok. Ezen a képen láthatóak a kelyhek, és az szimbolizálja az érzelmeket. Itt érzelmekről van szó kettőtök között, és ha lesz kapcsolat, találkozás, beszélgetés, akkor itt kialakul valami. Az lehet egy kreatív tevékenység, amit közösen végeztek, hiszen megvan itt ez a közös érdeklődés. Itt a tűz jelenti a bátorságot, az élet erőt, azt is, hogy valami lelkesít benneteket, utal testi kapcsolatra is, és itt lesz egy új kezdet. Ezen a képen ez a hölgy téged szimbolizál, és ő dolgozik, szorgalmas, tereld el a figyelmedet tőle, és inkább koncentrálj a munkádra, a hivatásodra. De azért a munka után, a szabad idődben legyen meg ez a belső nyugalom, ez a belső egyensúly, vagy meditálj afelett, hogy mit, hogyan szeretnél elérni, és ha hiszel ebben, ha megvan a hited, ez a belső erő, akkor itt előre mennek, folyamodnak az események, és akkor ez a férfi közeledik hozzád, lesz itt egy új kezdet, és itt a 2-es szám utal a párkapcsolatra, rád és őre. Ami a munkát illeti, ahogy itt a képen látjuk, ezek lehetnek szerződések is.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!